A Szabadkai Gerontológiai Központ lakóit köszönti Bolyán Pájtics. A tartományi kormányelnöke megtekintette az épületen nemrég elvégzett munkálatokat, amelyre a tartományi nagyberuházási igazgatóság biztosította a szükséges eszközöket. Bolyán Pájtics továbbá a Szabadkai Közkórházba is ellátogatott, ahol tartományi eszközökből újították fel a reanimációs osztályt, beszerezték a mesterséges megtermékenyítéshez szükséges alapberendezéseket, új műtőasztalok vásároltak, valamint a röntgen részleg digitalizálására is sor került. A Szabadkai Közkórházat összekötjük a vajdasági egészségügyi rendszerrel, amely egy egyedülálló kezdeményezés nem csak Szerbiában, hanem a környező országokban is. Ezzel digitálisan összekötjük az egész rendszert, és a betegeknek nem kell majd intézményről intézményre, városról városra járniuk. A tartományi kormányfő a Népszínházhoz is ellátogatott, ahol azt mondta, a Népszínház felépítését a tartományi kormány kiemelt feladatának tekinti. A munkálatok folytatásához 145 millió dinárt választottak ki a vajdasági költségvetésből. Az erről szóló jelképes csekket Bolyán Pájtics adta át Szabadka polgármesterének. A tartományi eszközökhöz társítsuk még a köztársasági eszközöket, amely 55 millió dinárról szólnak, illetve az önkormányzati összeg, ami 25 millió dinár összegűek, és ennek a függvényében 225 millió dinár értékben tudjuk az idén, valószínűleg még nyáron, még az ősz előtt folytatni az építkezéseket a Népszínház új részének a befedésére, illetve lezárásra vonatkozóan. Közös megbeszélés volt a köztársaság és a tartomány között, hogy a folytatni kell a Népszínház építését és pénzelését. A 2015-ös évben a tartomány kapta a nagyobb szerepet. A tervek szerint a Szabadkai Népszínház építési munkálatai 2018 végéig fejeződnek be.